Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Nemzeti Bank a mai nap év záró monetáris tanácsülést tartott. Ezen két nyomós napirendi pontunk volt. Az egyik a kamatdöntés, a másik pedig a 2020-as év gazdasági pénzügyi értékelése. Engedjék meg, hogy summázzam az első döntéssorozatunkat. A mai nappal a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul hagyta a monetáris kondíciókat, az alapkamatot, a kamatfolyosót és általában a monetáris politikai feltételeket. Ezzel megerősítettük az elmúlt évek, ezen belül a 2020-as év jegybanki politikájának valamennyi pillérét, megerősítettük, hogy a jegybank összes eszközével támogatja az árstabilitást, a pénzügyi stabilitást és a kormányzati gazdaságpolitikát. Egy tágabb, átfogó napirendi pontunk is volt vezetőtársaimmal és a monetáris tanács külső tagjaival együtt. Átfogó értékelést végeztünk a 2020-as év közgazdasági és pénzügyi folyamatairól. Nem örömmel, de meg kellett állapítanunk, hogy a 2020-as év a magyar gazdaság történet egyik fekete éveként vonul majd be a történelembe. Az elmúlt 100 év, tehát a Trianon utáni 100 év ötödik legnagyobb gazdasági visszaesését éltük, még ezekben a napokban éljük át. A többi gazdasági visszaesés, és összesen 7 nagy gazdasági visszaesést élt át Magyarország 1920 után. A gazdasági visszaesések általában háborúkhoz, forradalmakhoz, a mi esetünkben 1956-hoz, globális gazdasági válságokhoz és politikai rendszerváltoztatáshoz, az 1990-91-es rendszerváltoztatáshoz kapcsolódtak. Ez az első, reméljük nem lesz több, olyan visszaesés, amely egy pandémiához, egy egészségügyi világjárványhoz kapcsolódott. Ez példátlan az elmúlt 100 év történetében. Az ötödik legnagyobb visszaesés az egy jelentős ütés, a magyar gazdaság azonban talpon maradt. Nem minden évben voltak olyan jók a visszaesés utáni évekre a gazdasági előrejelzések, mint amelyeket ma áttekintettünk. Pozitívan, bizakodva tekinthetünk a következő évekre. Annak ellenére, hogy tehát a mai nap meg kell állapítanunk, hogy a magyar gazdaság várhatóan 6-6,5%-kal zsugorodik. Ez az ötödik legrosszabb az elmúlt 100 évben év. 1991-ben mintegy 12%-kal zuhant a magyar gazdaság teljesítménye. 1940-ben háborús év, közel 7%-kal. 2009-ben, tudjuk, a globális pénzügyi válság és az azt megelőző belső elhibázott gazdaságpolitika miatt kialakuló belső válság következtében 6,7%-kal zuhant a GDP. 1990-ben, tehát már a rendszerváltoztatás előtti évben szakaszban 6,7%-kal, és sajnos ebben az évben 6-6,5%-kal. Alig jobb a teljesítmény 1931-ben, amikor 4,8%-kal zsugorodott a magyar gazdaság, és hát az 1956-os fényes forradalmunk a gazdaság területén egy 4,5%-os visszaesést hozott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a hatalmas ütés ellenére, amely 3 válságot tolt egybe, egy egészségügyi válságot, egy gazdasági visszaesést és egy érzelmi lelki válságot, a félelem válságát. Nos, ez ütés sorozat ellenére Magyarország valóban bizakodhat, hogy gyorsan és eredményesen állítja helyre a korábbi gazdasági teljesítményt. A mai nap a monetáris tanács megállapította, hogy érdemes már ezekben a hetekben összehasonlítani a magyar gazdaság várható 2020-as teljesítményét az Európai Unió teljesítményével. Egy olyan tükörbe kell néznünk, amely tükörből
az elmúlt 10 évben egy nagyon kedvező kép bontakozott ki, hiszen tudjuk, hogy 2010 és 19 között a magyar gazdaság gyorsan közeledett az Európai Uniós átlagához 8,4%-kal. Az Európai Unió 66%-áról jöttünk fel 74,2%-ra, egy gyors közeledést hajtottunk végre, és nem csupán növekedés volt jó, hanem minden egyensúlyi mutató, és persze a foglalkoztatás bővülése is nagyon kedvező volt. A magyar gazdaság kiemelkedően jól teljesített az elmúlt 10 évben, voltak nálunk jobbak, Románia, Lengyelország, Észtország jobb eredményeket ért el, még jobbakat, de kimagasló teljesítményt értünk el 2010 és 2019 között. Nos, ide kell majd visszakapaszkodnunk. A 2020-as év teljesítménye a gazdasági visszaesés mértékét összehasonlítva a többi uniós tagállam gazdasági visszaesésével vegyes képet mutat. Az eurozónához képest jobb a teljesítményünk. Fura dolog, de visszaesők között relatíve kisebb visszaeséssel az eurozónához képest valamivel javítjuk a pozíciónkat 0,7-1,6%-kal az Európai Unió átlagához képest. Ez egy történelmileg furcsa képződmény lesz, amikor mindenki visszaesett, de voltak, akik kevésbé, és így Magyarország egy nehéz évben is közeledik az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjéhez. Az eurozónán túl jobb a magyar gazdaság várható teljesítménye Csehországhoz és Szlovákiához mérve, de Lengyelország, Románia, általában a Baltikum, különösen Lettország és Észtország jobban teljesítenek. Voltak tehát a visszaesők között nálunk még kevésbé rossz teljesítményt mutató országok is. Meg kell jegyeznem, hogy azok értek el relatíve nálunk is jobb eredményt 2020-ban, akik őszintén szóval 2010 és 2019 között is jobb teljesítményt értek el. Tehát azt gondolom, hogy van mit tanulnunk a korábbi saját évtizedünkből, és barátaink korábbi 10 évéből, és a 2020-as évből is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa mai nappal a 2020-as gazdasági és pénzügyi folyamatok értékelése során megerősítette azokat a programokat, mint egy véglegesen jóvá hagyta, amelyek megakadályozták, hogy Magyarországon a három egymásba csúszó válság, tehát járvány, egészségügyi válság, gazdasági visszaesés és a félelem mellé egy negyedik fölépüljön a pénzügyi válság. Mindenki észrevette, mindenki megnyugvással tapasztalhatta, és erősítette az önbizalmunkat, hogy Magyarországon 2020-ban egyetlen pillanatban a pénzügyi rendszer egyetlen helyén, pici kis résében sem lépett fel zavar, pénzügyi megingás, nemhogy válság. Ez egy óriási eredmény, hiszen a legutóbbi nagy magyar zuhanás, a 2009-es nagy GDP zuhanás mögött valójában egy pénzügyi válság volt, és egy pénzügyi válság okozta az összes többi zuhanást. A Magyar Nemzeti Bank azt ígérte Magyarországnak, hogy ebben az évben a jegybank eszközeivel megvédi az elmúlt 10 év eredményeit. Szeretném önöknek jelenteni, hogy a Monetáris Tanács mai értékelése szerint ezt az ígéretünket teljesítettük. Teljesítettük, mert nem lépett fel pénzügyi megingás, válság. Teljesítettük, mert közel 6000 milliárd forintnyi friss pénzt, friss finanszírozást öntöttünk a gazdaságba. 5800 milliárd forint, tehát majdnem 6000 milliárd forinttal 7 program keretében tartottuk fenn a pénzügyi stabilitást, és adtunk levegőt a gazdasági szereplőknek, hogy aztán újra épülhessenek, újra indíthassák az életüket. A növekedési hitelprogram hajrá mintegy 1400 milliárd forinttal járult hozzá a gazdaság finanszírozásához, a növekedési kötvényprogramunk közel 600 milliárd forinttal,
Az állampapírvásárlás mintegy 1000 milliárd forintos összege stabilizálta az állampapírpiacot. Óriási dolog, hogy egy pillanatra sem merült fel Magyarországon bárkiben, barátban és ellenfélben, hogy baj lehet a magyar állampapírokkal. Egy pillanatra nem volt baj, stabil volt a finanszírozás. Ugyanígy az MFB és az Exim finanszírozási forrásaihoz már megkezdtük a hozzájárulást, mintegy 50 milliárd forint értékben. Hosszú lejáratú, fedezett hitelt nyújtottunk a bankrendszernek, mintegy 2300 milliárd forint értékben. Óriási pénz, friss hitel, friss pénz, amiből a moratórium ellenére tovább finanszírozták az üzleti szektort és a lakosságot. Hasonló módon jelzáloglevél vásárlással stabilizáltuk a bankrendszer forrásait, ez mintegy 300 milliárd forintot ért, és mindenki tudja, befizettünk osztalékként a költségvetés számára 250 milliárd forintot. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ez a 5800 milliárd forintos összeg, közel 6000 milliárd forint, ez a magyar bruttó hazai termék, a magyar GDP több mint 10%-a, jóval több mint 10%-a. Ezzel a Magyar Nemzeti Bank a régióban egyértelműen, de az unióban is kiemelkedő módon támogatta az üzleti szektor, az állam és a családok pénzügyi helyzetének stabilizálását. A Magyar Nemzeti Bank ezt úgy érte el, hogy élt azzal a tágabb, szélesebb, szabadabb mozgástérrel, amit a jegybank mérlege megengedett számára, hiszen 2013 és 2019 között a korábbi 40%-ról, a bruttó hazai termék 40%-áról 24%-ra csökkentettük a mérleget. Egy szabad lélegzetet adtunk magunknak, és ezt most ki is használtuk, mert most 24%-ról a GDP több mint 40%-ára, 40% fölé emeltük a Magyar Nemzeti Bank mérlegét. A mérleg azt mutatja, a mérleg serpenyébe bedobott 7 program, közel 6000 milliárd forintja, hogy érdemes volt 2013 és 2019 között konszolidálni a Magyar Nemzeti Bank mérlegét. Ha ezt nem tettük volna, aligha vállalkozhattunk volna az unió egyik legambiciózusabb és azt gondolom leghatékonyabb pénzügyi szanálási mentő akciójára, amit a Magyar Nemzeti Bank 2020-ban elért. Gyorsan, kreatív módon, bátran és hatékonyan értek el jegybanki eszközök az üzleti szektor szereplőjéhez, az államhoz, az ember a költségvetéshez és a családokhoz, a háztartásokhoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt gondolom, hogy kötelező feltennünk egy kérdést, lehetett volna másképp. Történészek történelmetlennek tartják ezt a ha, mi lett volna ha kérdésfelvetést, de érdemes megtennünk, mert minden jó kérdésre adott válasz segít bennünket a jövő megnyeréséreben. Mi úgy látjuk, a mai nap olyan elemzéseket tárgyaltunk meg, mi úgy látjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank optimista előrejelzése tavasszal és nyáron, különösen a nyári elemzés, az valóban optimista volt, és két kemény feltételre épült. Az első, hogy nem lesz a vírus, a járvány második hulláma. Lett. A másik kemény feltételezés az volt, hogy az állam, különösen a kormány képes az állami beruházások felpörgetésére, valamint a közösségi fogyasztás bővítésére, és ezek kiegyenlíthetik a kívánatosnak tartott lakáspiaci fordulattal együtt a GDP zuhanást. Természetesen ez két kemény feltétel volt, nyáron még reálisnak tűnt, és ezért mondhattuk azt, hogy talán egyedüliként a Lengyel Jegybank volt még ilyen bizakodó az Európai Unión belül. Mi azt mondtuk, hogy lehetséges, ha ez a két feltétel teljesül, lehetséges nulla felett tartani a magyar gazdaság teljesítményét 2020-ban. Nem lehetett, nem sikerült, és ebben, és ez a tükör, ezért kell nekünk nagyon jól látnunk az okokat, hogy a jövőt megnyerhessük, ebben nagyjából 4 olyan tényező szerepel, amelyeken javítanunk kell. Hát a vírus második hulláma 3%-ot vitt el a nulla feletti tartományból.
Ezen nem nagyon tudtunk volna javítani, de természetesen a következő évtized, következő váratlan hullámait, kihívásait érdemes előre elemezni. A járványokat nehéz előre látni, de bizonyosan, ha nincs második hullám, a magyar gazdaság teljesítménye 3%-kal, GDP 3%-ával jobb. Egy következő a kormányzati fogyasztás, tehát a közösségi fogyasztás. Itt a németek kiváló munkát végeztek. A németeknél, hogyha valami gazdasági baj van, azonnal minden állami, meg önkormányzati, meg tartományiskolát kifestenek, tehát közösségi fogyasztást bővítenek. Mi itt nem tudtunk eredményt elérni, és ez 1%-kal faragott le a várható nulla feletti bruttó hazai termékből. Az állami beruházások területén nem sikerült fordulatot elérni, pozitív fordulatot. Ez mintegy 1,4%-kal rontotta a 2020-as évet, és természetesen nagyon üdvözöljük, nagyon előremutatónak tartjuk, hogy elindult egy lakáspolitikai fordulat, de azért egy 2020-as év az elveszett. Műhibának kell minősítenünk az áfa visszaemérését 27%-ra. Ha ez nem lett volna, és elindult volna a lakáspiaci fordulat már 2020-ban, akkor a mi számításaink szerint akár 0,5-0,6%-kal jobb lehetett volna a magyar gazdaság teljesítménye. Ha ezeket összeadjuk, azt találjuk, hogy nagyjából 6%-kal, tehát nagyjából az ez évi visszaesés mértékével lehetett volna jobb a magyar gazdaság teljesítménye. Nagyon nehéz lett volna elérni, a járványt nem is lehetett megfékezni a második hullámban, de mégis lehetett volna jobb teljesítményt elérni, hiszen például Lengyelország 3,5% körüli visszaeséssel megúszta, hasonló módon Lettország 2,2%-os visszaeséssel megúszhatja, és Románia is kisebb visszaeséssel zárja majd az évet, mint a magyar gazdaság. Ez tanulság számunkra, de levontunk még egy plusz három következtetést, amelyeket ajánljuk magunknak, az állam intézményeinek, a kormánynak, az üzleti szektornak, a családoknak, befektetőknek. Az 1 plusz 3, ami fordítottja a magyar 3 plusz 1 igazságnak, szóval az első az valami olyasmi, hogy a jövő az mindig teljesen más, mint a múlt. Úgy tűnik, hogy folytatja a múltat, de teljesen más. És hogy mennyire ezt most 2020-ban lehet látni. Tehát kifejezetten egy disruptív, egy törésekkel, hasadásokkal jellemezhető következő évekre kell felkészülni. Tehát nagyon jól kell működni, hogy mindenre képesek legyünk. A három további következtetés. Azt gondoljuk, hogy ami megoldás jó volt a konjunktúra idejében, 2013 és 2019 között, ami jó volt az elmúlt 10 évben, az nem feltétlenül lesz elég a következő 10 évben. Sokkal többre van szükség, sokkal jobban kell működnünk, sokkal hatékonyabban. Éppen ezért, és ez már a következő javaslatú magunknak is, és a mi magyar világunknak, hogy ahogy tettük 2010 és 2019 között, az összes nagy változtatás, mi struktúrális reformnak hívjuk, de fordulat, mintegy 80%-át érdemes az első évekre előrehozni. Bizony azt javasoljuk a kormánynak, magunknak, az üzleti szektornak, a családoknak, hogy a szükséges nagy változtatásokat, nagyon sok ilyen van Magyarországon, az egészségügyi rendszertől, a demográfiáig, a nyugdíjrendszertől, a garanciarendszerig, a pénzügyi rendszertől, a lakáspolitikáig, ezeket hozzuk előre. Vegyünk egy nagy levegőt, egy nagy lélegzetet, és hozzuk előre a szükséges struktúrális reformokat. Három nagy tervre van szükségünk a monetáris tanács elemzései alapján. Kell egy nagy makrogazdasági terv a következő 10 évről, 5 évről, 3 évről. Kell egy nagy terv. Kell egy nagy gazdasági, közgazdasági pénzügyi terv. De szükségünk van egy nagy fejlesztési tervre, amelyik okosan ruház be a jövőbe. És mi nagyon is azt javasoljuk, hogy legyen egy harmadik, egy versenyképességi terv, amely tehát a jövőbeli átalakulásokat előre hozza. Végül, tisztelt Hölgyeim és Uraim,
A Magyar Nemzeti Banknak, mint intézménynek, a monetáris tanácsnak, mint legfelsőbb döntéshozó testületnek, a vezetésnek, tehát vezetőtársaimmal, alelnök urakkal együtt azt mondjuk, hogy igen, nagyon fontos most a növekedés helyreállítása, de egy pillanatra se felejtsük az egyensúlyt. Azért nyertük meg az elmúlt évtizedet, mert egyensúly és növekedés jellemezte a magyar gazdaságpolitikát. Most a növekedést kell figyelnünk, azt kell segítenünk. 2022-ig talán nem is érdemes kitűznünk az egyensúly helyreállítását, de utána kötelező. Egy pillanatra ne higgyünk a csábító szirénhangoknak, hogy nem számít, hogy mekkora az államadósság, nem számít, hogy mekkora a költségvetési deficit. Az adósság mindig adósság marad. A deficitből mindig adósság lesz, nem tud más lenni. Az nyeri meg a következő évtizedet, aki ezeket a tanulságokat levonja, még biztos, hogy sok van, és aki megfogadja a 2010-19 közötti jó idők, jó megoldásainak az üzeneteit, és hozzáteszi a kreatív, bölcs, gyors, bátor új megoldásokat. Köszönöm szépen! Köszöntök én is mindenkit. Nagyon röviden szeretném ismertetni a monetáris tanács mai ülésének monetáris politikát érintő, makrogazdasági értékelését, megalapozó elemzéseit, illetve egy rövid távú kitekintést adni a monetáris politika jövőjét illetően. Elnök úr már említette, hogy a monetáris tanács mai ülésen az alapkamat, illetve a hozzá kapcsolódó kamatkondíciók változatlanságára hozott döntést. A monetáris tanács megítélése szerint a kialakított rövid oldali monetáris kondíciók fenntartható módon támogatják az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás megőrzését, valamint a gazdasági növekedés helyreállását. Nagyon röviden az elkészült új makrogazdasági értékelésünkről, illetve előrejelzésünkről. Kezdeném az elsődleges horgonyunkkal, ami az infláció. A várakozásaink szerint 2020-ban az átlagos infláció Magyarországon 3,4% pont lesz. Ez komoly eredmény, mind gazdaságtörténeti összevetésben, mint hogyha a jelenlegi nemzetközi adatokat nézzük. Ugye az azt jelenti, hogy Magyarországon már negyedik éve, tehát egymást követő negyedik éve 2017 óta az infláció szinte folyamatosan a jegybanki tolerancia sávon belül alakul. Hasonló eredményt az elmúlt években az európai mezőnyben nagyon keveset láttunk. Az éven belüli folyamatokat értékelve, hogy azt láttuk, hogy a nyári hónapokban az infláció megemelkedett, ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy szeptembertől a dezinflációs hatások erősödése volt megfigyelhető, és ugye itt az év végéhez közeledve az infláció ismét a 3%-os érték alá süllyedt. Tehát összességében a bejövő adatok megerősítették azon véleményünket, amelyeket a nyári ellenőrzések során kialakítottunk, hogy az év közepén megfigyelt infláció emelkedés az döntő részben a koronavírus következményeként a gazdaság átmeneti újraindulásához kapcsolódóan kialakult átmeneti hatás volt. Ugye talán még mindenki emlékszik etéren a nyári jegybanki számításokra. Ezen hatások kifutásával ugye az év végén ismét az infláció csökkenését láttuk, és a dezinflációs hatások erősödtek meg. Előre tekintve ugyanakkor azt látjuk, hogy nem dőlhetünk hátra. Arra számítunk, hogy az infláció a következő hónapokban is változékonyan fog alakulni, tehát a változékonyság az inflációnak fennmarad. Ettéren négy tényezőt szeretnék megemlíteni, ami a következő időszakban majd az inflációt jelentős mértékben befolyásolja. Egyrészt a bázishatások már a 2021 tavaszi hónapoktól indulva az infláció emelkedését okozzák. 2021-ben egy fontos tényező lesz a dohánytermékeknek az áremelkedése, ugye a már bejelentett jövedéki adóemelések, illetve az ahhoz kapcsolódó piaci áremelések miatt. Azt gondolom, erre mindenkinek érdemes lesz majd figyelnie. Ugyanakkor ezen hatások mellett azt látjuk, hogy a következő időszakban is, és a következő években is a dezinflációs hatások folyamatos megjelenése lesz jellemző. Ugye ennek alapvetően két faktora lesz.
egyrészt a külső környezet, tehát az LKB számításai azt mutatják, hogy Európában tartósan egy alacsony inflációs környezet fog bekövetkezni, amelynek a hatásai ugye a 2009-2010-es tapasztalatok alapján fokozatosan Magyarország esetében is már egyre inkább érzékelhetővé válnak. A másik pedig a belső keresletnek a visszafogott volta, amit az idejében ugye láttunk, a fogyasztás azért a válság a koronavírus kapcsán érdemben csökkent, és hát a következő években is majd csak fokozatosan emelkedhet. Úgyhogy összességében azt látjuk, hogy 2021-ben az éves átlagos infláció 3,5% közelében alakulhat, majd 2022-től ismét folyamatosan a 3%-os jegybanki célon stabilizálódik. Tehát azt látjuk, hogy az elsődleges forgonyunk az infláció esetében az árstabilitás az továbbra is megvalósítható, továbbra is elérhető. Ugyanakkor arra is szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ennek a tényleg rendkívüli egészségügyi helyzetnek, amit a koronavírus járvány okozott, azt látjuk, hogy mind a gazdaság helyreállására, mind az áradási döntésekre egy komoly bizonytalansági tényezőt jelent. Úgyhogy ennek megfelelően fönntartjuk azon álláspontunkat, hogy továbbra is egy óvatos monetáris politikai megközelítésre van szükségünk. Pénzügyi stabilitás területén csak néhány gondolat. Itt az elnök úr már bemutatta a helyzetet. Valóban a 2020-as év legfontosabb eredménye, hogy sikerült elkerülni a pénzügyi stabilitásnak a megingását, a hitelpiacoknak a leállását, amely makrogazdasági szempontból is egy komoly eredmény. Ugye az idei évben mind a vállalati, mind a lakossági hitel állomány továbbra is közel kétszámjegyű növekedést tudott mutatni, és ugye ezen keresztül a nehéz helyzetbe került vállalkozásokat, családokat ebben az időszakban is forráshoz, olcsó, hosszú futamidejű forrásokhoz tudta juttatni a hazai pénzügyi rendszer. Azt gondoljuk, hogy ezen intézkedések mögött meghatározók voltak azok a programok, amelyeket az elmúlt 2020-as évben a jegybank elindított, és folyamatosan vittünk az év során. A gazdasági növekedés tekintetében azt láthattuk, hogy a harmadik negyed évben a magyar gazdaság egy nagymértékű korrekciót mutatott be a GDP tekintetében. A kilábalás sebessége az eltérő volt ágazatonként, tehát azt láthatjuk, hogy miközben az ipar például már ahhoz a trendvonalhoz is visszatért, amit a válságot megelőző években jellemző volt, az építőipar, a szolgáltató szektor teljesítmény még továbbra is jelentősen elmarad a megelőző években megfigyeltől. Előre tekintve, hogy a negyedik negyed évben arra számítunk, hogy a járvány második hullámának hatására a GDP ismét visszaesik, tehát az előző negyed évhez képest visszaesik, és a gazdaság helyreállása a korábban várthoz képest egy elhúzódóbb folyamat lesz. Gyorsabb növekedés, gyorsabb kilábalás a vakcina széleskörű elterjedését követően, várhatóan 2021 második negyedévétől 2021 közepétől következhet be. Számok nyelvére lefordítva, ez azt jelenti, hogy ahogy azt elnök úr is említette, az idei évben a Magyar Nemzeti Bank egy 6-6,5%-os gazdasági visszaesésre számít. Ezt 2021-ben 3,5-6%-os sávban egy újraindulás, gazdasági helyreállás követhet, majd 2022-ben ez folytatódik egy 5-5,5%-os növekedéssel, amit 2023-ban, ugye először készítünk a prognózist 2023-ra is, egy 3-3,5%-os gazdasági növekedés követhet. Azt gondoljuk az elemzések alapján, hogy a magyar gazdaságban megvan a növekedési és helyreállási potenciál. Ezzel kapcsolatban két tényezőt szeretnék megemlíteni. Egyrészt, és egyébként ezek szorosan kapcsolódnak mind a kettő a hitelpiacnak a működőképességének a megtartásához, amit ugye a pénzügyi stabilitás kapcsán mutattam. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy a munkanélküliségi ráta a rendkívül mély reálgazdasági válság ellenére alacsony szinten maradt, ugye 4,5% körül értékeket mutattak a legutolsó havi adatok. Emellett pedig a beruházási ráta esetében a beruházások jelentős visszaesése mellett is, hogy az idei évben, bár a tavaly évnél alacsonyabb lesz várhatóan, de körülbelül egy 25% körüli beruházási rátát sikerül elérni a magyar gazdaságnak. Ez komoly eredmény, de megint csak érdemes visszaidézni, hogy
a 2009, illetve azt követő években a beruházási rátánk az 20% alá esett, tehát ugye 19% közelében volt évekig. Tehát ez a két szám azt mutatja, hogy a növekedési helyreállási potenciál az megvan a magyar gazdaságban, és ezzel összhangban a prognózisunk azt mutatja, hogy a következő három évben, tehát 21-22-23-ban átlagosan egy ilyen 4% körüli helyreállítási dinamika, növekedési dinamika az, ami számítható, és egyébként emögött azt gondoljuk, hogy meghatározó lesz a hitelpiacoknak, a forrásszerzésnek, és egyébként ezen keresztül a beruházásoknak a szerepe, tehát a növekedés közelfele a beruházásokból jöhet. Végezetül néhány gondolat a monetáris politika helyzetéről, illetve kilátásairól. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a Magyar Nemzeti Bank a koronavírus járvány időszakában is elkötelezett az árstabilitás fenntartása mellett. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a monetáris tanács értékelés az, hogy nem dőlhetünk hátra, az elmúlt hónapok dezinflációs tendenciáit látva. Azt látjuk, hogy a környezet mind az inflációs folyamatok, mind a kockázati megítélés oldaláról gyorsan változik. Úgyhogy ebben a jelenlegi gyorsan változó környezetben tartva a korábbi megállapításunkat, kiemelten fontos, hogy a rövid oldali hozamok biztonságos távolságban maradjanak a nulla közeli tartománytól. A további kamatkondíciókat illetően a monetáris tanács jelezte azt, hogy az egyhetes betéti eszköz kamatát az MNB továbbra is a heti tenderek keretében fogja meghatározni, és ameddig az inflációs kockázatok indokolják, addig a jegybank az alapkamat és az egyhetes betéti eszköz kamata között különbséget tart fenn. A monetáris tanács továbbra is folyamatosan értékeli a beérkező adatokat, kiemelt figyelemmel a gazdaság helyreállításával kialakuló inflációs hatásokat, illetve azok tartóságát, valamint a pénzpiaci folyamatok lehetséges inflációs hatásait. És amennyiben az inflációs kilátások megváltozása indokoltá teszi, az MNB készen áll a megfelelő eszközök alkalmazására. És akkor néhány gondolat a hosszabb futamidőn ható jegybanki eszközöket illetően. Ugye, elnök úr már említett a számadatokat tekintetében, hogy a jegybanki mérleg az milyen mértékű fordulaton és növekedésen ment át 2020-ban. Ugye készen vagyunk 2021-ben is a gazdaság helyreállását a jegybanki mérleg további növekedésével támogatni. Ugye ezen belül szeretném hangsúlyozni, hogy a hosszú futamidőn ható állampapírvásárlási program, illetve a repo, tehát a fedezett hitelprogram esetében a programokat, a heti vásárlásoknak az összegét a jegybank rugalmasan fogja alakítani, a vásárlásokat továbbra is a hosszú futamidőkre koncentrálva. Ugye mit jelent ez a rugalmasság? Két dolgot jelenthet ez a rugalmasság. Tehát a rugalmasság egyrészt jelentheti azt, hogy átcsoportosításokat hajt végre, vagy hajthat végre a következő időszakban a Magyar Nemzeti Bank a fedezett hiteleszköz felől az állampapírvásárlási program irányába, tehát a heti tranzakciók tekintetében. A másik pedig továbbra is, ahogy azt korábban többször kommunikáltuk, továbbra is kiemelten fontos számunkra, hogy a jegybank az állampapírvásárlási program keretében az egyes vásárolt papírok esetében nem kíván 50%-os részarány fölé kerülni, és amennyiben ezt bizonyos sorozatok esetében elérjük, vagy megközelítjük, akkor a rugalmasság azt is jelentheti, hogy akár 10 évnél rövidebb, tehát 5 és 10 év közötti tartományban is vásárlásokat hajthat végre a jegybank. Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni, hogy továbbra is az államadósság lejárati szerkezetének hosszítása számunkra egy fontos cél, és az MNB támogatja, hogy ez a szempont a jövőben is megjelenjen az állampapír kibocsátásoknál. És akkor végezetül néhány technikai információt az évvégi menetrendet illetően, hiszen az évvége az egyben negyedév végének a zárását is jelenti. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, ahogy az elmúlt időszakban, illetve a tegnapi közleményünkben is megjelent, hogy a Magyar Nemzeti Bank intézkedései továbbiakban is biztosítani fogják a pénzügyi piacok stabilitását, és a pénzügyi piacok alatt minden fontos alpiacot szeretnék hangsúlyozni.
Számunkra kiemelten fontos, hogy a rövid oldali kamatok minden részpiacon és minden időszakban a monetáris tanács által optimálisnak tartott szinttel összhangban alakuljanak. Úgyhogy ezzel összhangban folytatva 2020 harmadik negyedévének végén megkezdett ugye, gyakorlatunkat, a negyedik negyedév végén is a devizalikviditást nyújtó swap tendereket fog tartani a Magyar Nemzeti Bank. Ennek az időzítéséről, illetve a technikai feltételeiről a tegnapi napon egy közleményt is kitettünk. Én azt mondom, ezeken a tendereken, ugyanúgy, ahogy a harmadik negyedév végén is sikeresen biztosítottunk minden fontos alpiacon a kamatkondícióknak az érvényesülését, a szükséges kamatkondíciók érvényesülését ezt a negyedik negyedév végén is hasonló módon meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen a figyelmet! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy két nagyon sikeres programunkról számoljak be, amiről már említést tettek az elnök úr és az alelnök úr. Kezdem a kötvényprogrammal. Egy sikeres kötvényprogramot hajtunk végre. A mai napig 32 vállalat ért a kötvénykibocsátás lehetőségével, és azzal számolok, ez az én becslésem, hogy 34-35 kötvénykibocsátást fogunk végrehajtani ebben az évben. Még van két hetünk, és még néhány kötvénykibocsátás előttünk van, és remélem, ezt sikerrel fogjuk végrehajtani. Körülbelül 570-600 milliárd forint lesz az a pénzmennyiség, amit ezek a kötvényprogramok ez évben megmozdítottak. Ez egy nagyon jelentős hozzájárulás olyan vállalatok számára, akiknek elképzeléseik vannak hosszú távon a beruházásokról. Tehát ez egy pótolhatatlan, és a jelenlegi helyzetben egy viszonylag olcsó tőkéhez való jutást jelent a nagyvállalatok számára. Hogyha a két évet veszem, mert ezt 2019-ben kezdtük, akkor kb. 850 milliárd forintnyi pénz kötvénymennyiséget tudott kibocsátani a magyar vállalati szektor, és összességében véve 51-52 vállalat jutott ilyen forrásokhoz. Érdekességként említem meg, hogy a legkisebb kötvénykibocsátás egy Aranynektár nevű KFT-hez kötődik, ez 1 milliárdos kötvénykibocsátás volt. A legnagyobb, egy sokkal nagyobb, a Magyar Telekomhoz, egy nagy vállalathoz kötődik, ott 70 milliárdos volt a kötvénykibocsátás. Az átlagos futamidő az olyan 9 év. És még Kandrács alelnök úrnak is eleget tudtunk tenni az idén, nagyon régóta ösztönöz bennünket, hogy zöld kötvényeket bocsássunk ki Magyarországon, és megtört a jég, úgyhogy kibocsátottuk az idén az első zöld kötvényt, és remélem, hogy még több fogja követni. Magát a kötvényprogramot sikeresnek tekinti a monetáris tanács, és folytatni fogjuk 2021-ben is. Nagyon sok jelentkezőnk van szerencsére. A másik ilyen sikeres program, amely már 8. évében lépett az idén gyakorlatilag, ez a hitelprogram, ez a Hajrá nevű program áprilisban indult a pandémiás helyzetre való reakcióként. 17 ezer vállalat élt ezzel a olcsó hitel lehetőségével, 1400 milliárd forintnyi hitelt helyez ki a bankszektor a mi refinanszírozásunkkal ezen 17 ezer vállalat számára az idén. Ha összességében vesszük, akkor a 8 év alatt gyakorlatilag 60 ezer kis- és középvállalat jutott ilyen forráshoz, és 4500 milliárd forintnyi körülbelül az a volumen, amely a hitelprogramokhoz kötődik. Ez sokkal fontosabb, mint amit a számok mutatnak. Én Mario Draghi úr, aki egy neves kollégánk, az elmúlt napokban egy megbeszélésen fogalmazta meg, és ösztönzött minden jegybankot, a Magyar Jegybank példáján is, hogy a kis- és középvállalatokra külön speciális célzott programokat, hitelprogramokat kell csinálni azért, mert a kis- és középvállalatok sokkal inkább rá vannak szorulva a bankhitelre, mint a nagyvállalatok. A nagyvállalatok azok kötvényt is kibocsáthatnak, ahogy az előbb is beszéltünk róla, és a legnagyobb és a legsikeresebb vállalatok pedig a tőkepiacon gyakorlatilag részvénykibocsátással és a tőzsdén való megjelenéssel is forráshoz tudnak jutni. Tehát ez a mi hitelprogramunk a kis- és középvállalatok számára még a számokon túl is sokkal fontosabb, mint ahogy ez tűnne az első látásra. Ezért is a monetáris tanács szeptemberben, csak emlékeztettem önöket, 1000 milliárd forinttal megnövelte a keretét ennek a programnak, úgyhogy jövőre a vonat továbbra is robogni fog a növekedési hitelprogram Hajrá jegyében.
Engedjék meg, hogy még beszéljek a pénzforgalmi változásokról is. Egy nagyon nagy sikert értünk el közösen a bankrendszerrel, és ez alapvetően a bankrendszernek a sikere. Mi csak ennek az erjesztői, a kovászai voltunk a Magyar Nemzeti Bankban, és segítettük a lebonyolítást, ez pedig az azonnali fizetésrendszerre való átállás. Nagyon nagy siker volt, az összes elektronikus tranzakciónak ma már 45%-a ebben bonyolódik, ez szép lassan emelkedett. Néhány számot mondok, ami nem túl érdekes, de azért körülbelül 90 millió tranzakciót bonyolítottunk mi le, 3 millió magyar állampolgár vett ebben részt, és becslésem szerint ez a 3 millió állampolgár biztos, hogy elégedett ezzel a rendszerrel. 1 millióban biztos vagyok, tudni, hogy körülbelül 33%-a a résztvevőknek, ez körülbelül 1 millió ember, éjjel utalnak át, vagy pedig szombat-vasárnap, amire korábban nem volt lehetőségük. Tehát ez egy nagyon fontos lépésünk volt. Egyedül a világon, és elsőként a világon, mi tettük kötelezővé a bankrendszer minden szereplője számára ezt az intézkedést, és ezzel nagyon komoly nemzetközi elismeréseket is arattunk az elmúlt időszakban. Szépen nő a nem készpénz fizetéseknek az aránya a készpénz kárára. Egy évvel ezelőtt kb. 82%-a az összes fizetéseknek, amelyet mi 10 millióan lebonyolítottunk, az készpénzben zajlott le. Az elmúlt hónapban ez 78%-ra csökkent. Itt nem szabad nagyon gyors változásokat indukálni. Szép lassan az arányok elindulnak a nem készpénz felé is, de nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi a Magyar Nemzeti Bank vezetése hosszú távon is, tehát 10-20 éves perspektívában is számolunk a készpénzzel. Azt szeretnénk, hogyha az elektronikus megoldások teret nyernének, és ez meg is történik szép lassan, de a magyar kultúrához hozzátartozik a készpénznek a jelenléte is, úgyhogy mindenképpen szeretnénk ezt a két elemet, a készpénzt és a elektronikus megoldásokat együtt értelmezni, és ezt nagyon biztonságosan működtetni. Ami a készpénzt illeti, az sok kérdés volt az elmúlt időszakban a készpénz növekedésének a mennyiségéről, és ennek a minősítéséről inkább. Jelenleg kb. 7000 milliárd forintnyi készpénzállomány van Magyarországon forgalomban, és szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez a volumen, ez az állomány és ez a növekedés, ez egyáltalán nem kiugró nemzetközi összehasonlításban. Magyarországon ebben az évben például minden hónapban és napról napra a készpénz iránti igény növekedése minden hónapban alatta maradt a megelőző 3 év vagy a megelőző 5 év átlagának. Tehát lassabban növekszik a készpénz, mint ez Magyarországon megszoktuk, de ennél még a sokkal fontosabb az, hogy Magyarországon a készpénz január 1-e óta 10,7%-kal növekedett, az eurozónában ugyanez 10,8%. Tehát azok, akik úgy gondolják, hogy túl gyorsan nő a készpénzégség a magyar gazdaságnak, azok nem tévednek, mert ez tény, de kérem, hogy ne felejtsék el, hogy az eurozónában egy picit még gyorsabb a készpénz iránti igény. Ha az Egyesült Államokat veszük, ott 15%-kal nőtt meg az igény az idén, 2020-ban a készpénz iránti éhség. És egy baráti országban pedig, Lengyelországban 32%-kal. Tehát minden rendben van a készpénzzel is. Volt 3 olyan nap, és mi egy különlegesen nyugodt társadalom vagyunk ilyen szempontból. Más társadalmakban, az amerikai társadalomban, a lengyel társadalomban több hétig, egy-két hónapok is eltartott az, amíg a készpénz iránti igény megnőtt márciusban és áprilisban. Nálunk 3 nap volt, amikor megnőtt, utána a magyar emberek belátták, hogy nyugalom van az országban, fegyelmezetten tudunk a pandémiával együtt élni, és gyakorlatilag a 4. napon visszaállt a szabályos trendre a készpénz iránti igény, és azóta is ez így tart. Azért, mert a Magyar Nemzeti Bank biztosítja a nyugalmat és a biztonságot. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelt hölgyeim és uraim. Engedjék meg, hogy pár mondatban összefoglaljam a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti területének
2020-as évét mostanáig. Meglátásom szerint ennek az igen nehéz évnek az egyik legnagyobb sikere felügyeleti szempontból, hogy úgy sikerült jelen lenni, támogatni, irányítani a pénzügyi intézmények működését a járvány első hulláma alatt, hogy pénzügyi intézmény nem került bajba, meg tudta őrizni stabil működőképességét valamennyi szereplő, és a második hullám felkészülten érte a pénzügyi piacokat. Ezért a mai napig zavartalan a kiszolgálás, valamennyi banknál, biztosítónál, pénztárnál, tőkepiaci szereplőnél, és ennek eredményeként a piacokba vetett közbizalom erős, nyugodtan mondhatom, hogy mindenki nyugodtan aludhat. Noha a Nemzeti Bank 2025-ig tartó felügyeleti stratégiájának mindössze az első fél év, vagy első évét zárjuk, mégis most jelentős sikereket könyvelhetünk el, ugyanis alapvető feladatunk a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett sikerült előrelépnünk fókuszpontjainkban, melyek a fogyasztóvédelem, a digitalizáció és a fenntarthatóság. A pénzügyi fogyasztóvédelemhez kapcsolódóan az új Nemzeti Bank által minősített pénzügyi termékek megmutatták, hogy proaktív és pozitív szabályozói eszközökkel ösztönözhető a verseny, árazásban kedvezőbbé, szolgáltatásukat tekintve fogyasztóbarátabbá tehetők a piacok. Hogyha végigmegyünk röviden a fogyasztóbarát termékcsaládon, akkor elsőként ki kell, hogy emeljük, hogy az új jelzálog kölcsönök 70%-a ma már minősített fogyasztóbarát lakáshitel, a fogyasztók 99%-a hallgatva a jegybank figyelmeztetésére immár fix kamatozással veszi fel lakáskölcsönét, és továbbra is ösztönöznék mindenkit, hogy aki változó kamatozású kölcsönnel rendelkezik, gondolkozzon el, hogy fixálja ezt a kölcsönét. A lakásbiztosítási piac bő kétharmadát lefedő 7 biztosító már megkapta a fogyasztóbarát otthonbiztosítás értékesítésére szóló minősítését, vagy éppen most van folyamatban annak bírálata, úgyhogy ezek után kezdődhet az igazi verseny a fogyasztók kegyeiért. A minősített fogyasztóbarát személyi kölcsön esetében pedig január 1-től lesz elérhető ez a termék, és a jó hír, hogy már a minősítéssel rendelkező egyik nagybank után további 4 piaci szereplő igényelte, vagy már most benyújtotta a pályázatát erre a minősítésre, tehát rövidesen itt is új termékekkel jelentkezhetnek meg a piaci szereplők. Ismételten ki kell, hogy emeljem, hogy mekkora érték az, hogy megvédtük a fogyasztókat és a piaci stabilitást a járvány idején is, ugyanis az egészségügyi veszélyhelyzetben mind a bankok, a biztosítók, valamennyi intézmény folyamatosan és rendületlenül kiszolgálták az ügyfeleket. A kormányzat gyors, operatív válságkezelő intézkedései mellett tucatnyi jó részt a járvány veszélyhelyzet hatásainak mérséklésével és a törlesztési moratórium kezelésével kapcsolatos felügyeleti vezetői körlevelet adtunk ki, és ezek betartását folyamatosan ellenőrizzük is. Ezek nyomán az idei első háromnegyed évben 283 esetben bő 2,5 milliárd forintnyi bírságot szabtunk ki a jogsértő pénzügyi intézményekre vagy magánszemélyekre, és súlyos esetekben feljelentéseket is tettünk. A döntések miatt több esetben, egészen pontosan 31 esetben bírósági eljárásban képviseltük igazunkat idén, és túlnyomó részt pernyertesként hagytuk el a tárgyalótelmet. A digitalizációra áttérve informatikai felügyelési és szabályozói eszközökkel koordináltuk azt az elképesztő sebességű digitalizációs folyamatot, amely során a vírus miatti kényszerhelyzetben a pénzügyi piacok idén pár hónapok alatt éveket előrelépve áttértek az akár teljesen online fogyasztási hitelezésre, biztosítási termékek és egyéb pénzügyi termékek nyújtására valós és nem valós időben egyaránt.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy 2020 és 21 is a jegybanki elektronikus innovációk éve lesz, vagy évei lesznek, hiszen minősített fogyasztóbarát, illetve öngondoskodási teljes költségmutató összehasonlító programokat fejlesztettünk és fejlesztünk. Idén pedig a piaci szereplőkkel közös munka révén nemzetközi szinten is úttörőnek számító, osztott főkönyv vagy más néven blockchain technológián alapuló adatbázist indítunk, amely a jelzálog hitelekhez kötődő lakásbiztosítások igazolása és nyilvántartása kapcsán a bankok és a biztosítók közti az eddiginél hatékonyabb információáramlást tesz majd lehetővé, így az ügyfelek százezreinek életét fogjuk megkönnyíteni. Megújítottuk és átláthatóbbá tettük a honlapunkon az engedélyezési folyamatokkal kapcsolatos információkat is, és ezzel is segítjük a szektor valamennyi szereplőjét, illetve az új belépőket, hogy megjelenjenek a szabályozott a pénzügyi piacon, és nyújthassák szolgáltatásaikat, versenyezzenek egymással. A fenntarthatóság gondolatával zárva, saját működésünket tekintve, az egész Nemzeti Bankra gondolok, papírmentes irodával, elektronikus aláírással, otthoni munkavégzéssel támogatjuk a fenntartható megoldásokat, és óriási lendületet véve zöld programokat kezdeményeztünk a teljes pénzügyi szektorban is. A felügyelt intézményeknek is utat mutatva, 5-6 éven belül a világ első karbonsemleges jegybankjává kívánunk válni, és elérni azt, hogy a jövőre dinamikusan bővüljön a zöld hitelek és egyéb pénzügyi termékek palettája Magyarországon. Idén év elejétől a zöld lakossági hitelezés, rövidesen pedig az ugyanilyen vállalati hitelezés élénkítését szolgáló tőkekedvezmény programot vezetünk be a bankoknak. Igen, augusztusban pedig, ahogy Patai alelnök úr társam már jelezte, a Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramjába csatlakozva sor került az első hazai vállalati zöld kötvénykibocsátásra is. Az előzőeken túl a bankok működésének klímabarát átalakítására hamarosan részletes zöld ajánlással mutatunk utat. Ezzel nemhogy támogatjuk, követjük az Európai Központi Bankot vagy más jegybankokat, hanem nyugodtan kijelenthetem, hogy utat mutatunk számukra, bizonyos értelemben meg is előzzük őket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tehát stabilitás, bizalom és fenntarthatóság, erre törekszünk a következő években is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen vezetőtársaimnak a szívértékelést, és nem marad más hátra, de ez nagyon fontos, hogy mindenkinek jó egészséget kívánjak, valamint a Magyar Nemzeti Bank összes munkatársa és vezetője nevében kívánjak áldott, boldog, békés karácsonyt, és hát egy járványmentes 2021-es évet, jó egészséget és sok sikert. Köszönöm szépen!